Főtisztelendő paptestvérek, tisztelendő nővérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Kalocsa és a Jézus szíve búcsú összetartozó fogalmak. Talán Mezőkövesden van ilyen kultusza Jézus szívének ilyen körmenettel, mint itt Kalocsán. De ennek egy tőre megy vissza az oka, itt is és ott is a jezsuita rend terjesztette el és tette kultusszá is Jézus szívének a tiszteletét. Jezsuita rend nevében a Jézus társaságot jelenti, és ők miután Jézust minden szintjén értelmileg, érzelmileg és akaratában is meg akarták ragadni, ezért azt az ősi gondolatot, hogy a szív az ember személyiségének központja, és maga Jézus annyiszor megmutatta, hogy megesik a szíve az embereken, és végül is szívét is átdöfték, és ebből egy hatalmas, nagy szeretet áram alakult ki, ezt tették azután a kultus középpontjába, hiszen mindent összefoglal, ha a szívre gondolunk. Radnótival mondhatnánk egy képben csupán s a lényeget. Jézust, ha szimbolikusan akarjuk megjeleníteni, nem egész alakosan, akkor talán legközelebb van hozzá szívének az ábrázolása, és mindannak, amit a mi kultúránkban jelent a szív szó. Mostani szentatyánk, mint köztudott, elsőként a történelemben jezsuita rendből választatott, és már is, amikor szólt Jézus szíve ünnepén, idézte a rendalapítót, Szent Ignácot, aki azt mondotta, hogy Jézus sokkal inkább tettekben, mint szóban mutatta meg irántunk a szeretetét. Ő inkább akart adni, mint kapni. Az a mondás, szállóige, hogy nagyobb boldogság adni, mint kapni, ez Jézustól származik, de nem az evangéliumok jegyezték föl, hanem az apostolok cselekedete. Jézus sokszor és sokféleképpen adott nyilvános működése idején. Oda ment az elesetthez, meggyógyította a beteget, a szomorkodót megvigasztalta, még halottakat is támasztott föl, de a teljes odaadását a kereszten mutatta meg, ahogy ő mond tanította Nikodémusnak, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgy adta, hogy ebben benne volt Jézus Krisztusnak a beleegyezése, tanítja is, hogy magam adom oda az életem. És az életének odaadása abban az utolsó nagy gesztusban is megmutatkozott, hogy a kereszten még átdöfik az oldalát is, hogy biztos legyen a halála. Szívéből vér és víz folyt ki, mondja János evangélista. Ebben meglátták az egyházatyák azt, hogy valamiképpen két szentségnek a forrását is jelenti, a keresztségnek, az első és alapvető szentségnek, és a keresztény embert éltető szentségnek, az eukarisztiának. Jézus mindent odaadott, és ez volt a szeretetének tettekben megnyilatkozó formája. A Jézus szíve kultusz, bár biztos, hogy emberi érzelmeket is,
megpendít, hiszen mi nem pusztán racionális lények vagyunk, vagy akarati lények, hanem érzelemmel is bírunk, de ez az érzelem megnemesedik, és fölül emelkedik a pillanatnyi hullámzáson, és azt kívánja, hogy válaszoljunk rá. Mert az igazi Jézus szíve kultusz ugyan ennek a szeretetnek a követésére hív, és arra, hogy utánozzuk őt. Szintén Ferenc pápánk mondta Jézus szíve ünnepén, hogy az irgalmas szamaritánusnak a módján kellene nekünk követni Jézust. Ismerős a történet, maga Jézus mondja el, hogy mi hogyan kell jót tenni, mikor kérdezik tőle ki az én felebarátom, és annak a megvert embernek az esetét mondja el, aki Jerikóból Jeruzsálembe ment, rabló kezébe került, mindenki elmegy mellette, de jön egy szamaritánus, akit egyébként a zsidók megvetettek, rátekintett, megesett rajta a szíve, fölemelte teherhordó állattára tette, elvitte egy fogadóba, és még azt is meghagyta, hogyha a gyógyítási költségek nem lennének elegendők, amit ő otthagy, visszafele jövet megtéríti. Így kellene nekünk is a Jézus szíve kultuszt megvalósítani, hogy először is vegyük észre a világban körülöttünk élő szükséget szenvedőket, hiszen van bőségesen szükséget szenvedő, olyan nagyszerű az, hogy most a magyar nép félre tudja talán tenni a pártoskodását, és egy akarattal, egy szívvel odaáll azok mellé, akiken segíteni kell az árvíz sújtotta területeken. Legyen szemünk a mások bajainak az észrevételére. Nyitott szemmel járjunk a világban, hogy ki miben szenved kárt, vagy mi fáj neki, és hogy tudjunk rajta segíteni. Odahajolt hozzá, és ennek van egy ilyen átvitt értelme is, nem csak az, hogy lehajolt a földön fekvő emberhez, hanem valamiképpen a kiszolgáltatott embernek a segítségére kell sietnünk. És ahogy akkor jött, bekente a sebeit olajjal és borral, két gyógyászati gyógyszer volt abban az időben, hogy az első segítségnyújtást meg is tette, majd fölemelte őt. A fölemelésnek is van átvitt értelme, vagyis visszaadta emberi méltóságát, aki mellett elmentek mások, félve talán attól, hogy lekésnek a munkájukból, vagy hogy sebesültet érintve tisztátalanná lesznek. Ma már Magyarországon is van emberi méltóságnak még minisztériuma is, és hát kellene lenni az Unióban is, de valahogy úgy találom, hogy nem foglalkoznak az igazi emberi méltósággal. Fontosabb az, hogy mekkora ketresz legyen a baromfiak számára, mint hogy esetleg embereket megfosztanak állampolgárságuktól, akik ősidőktől ott éltek őseikben, de hát erre nem hivatottak, hogy megítéljék ezt a szörnyű embertelenséget, vagy hogy valaki nem beszélhet az anyanyelvén, erre az Unió nem gondol. Mindenféle szabadosságnak teret ad, mindenféle aberráns viselkedésnek. De azt soha nem hallottam még, hogy szóvá tették volna, hogy vallásszabadság híján ezreket ölnek meg a mai világban, talán százezerre is tehető a nagyvilágban, mindazoknak a száma, akiket keresztény hitükért megölnek. Ilyen álságos világban élünk, hogy ragaszkodnak a talmi és a
fölületes dolgokhoz, és valahol mélységében nem érintik meg az igazi értékeket. Elveszítettük az igazi értékeket. Ez sokszor kívülállók jobban észreveszik, mint akik mi itt benne éltünk. Hogy túlságosan a szemünk, a fogyasztói társadalom, az anyagi fölemelkedés felé irányult, és kevésbé hangsúlyoztuk az erkölcsi értékeknek a fontosságát, ami miatt annyit szenvedünk. Hiszen ez egy nagy általános igazság már, hogy válságunknak az oka között szinte első helyen áll, hogy az erkölcsi válság miatt következett be az a sok-sok bajunk, amiből nem tudunk kiemelkedni. A szamaritánus tettekben és nagy lelkűen segített. A nagy lelkűség az embere a legszebb tulajdonságot hozza, ha valaki nagy lelkű tud lenni. Ebben tanít bennünket az Úr Jézus, hogy ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, és a nagy lelkűség az Isten által megjegyzett tulajdonság, mert Jézus azt mondja, hogy mindezt mennyei atyád számon tartja. Talán ha az emberek nem is, de a mennyei atyád igen. És Istent a nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Ez nekem egy öreg pap mondta, még fiatal ember voltam. Ne felejtsd el, az Isten már ezen a földön is fizet. Nem minden hétvégén, de már ezen a földön is. És őt nagy lelkűségben nem lehet fölülmúlni. Ezt számtalanszor megtapasztaltam. Az Isten jobban szeret bennünket, mint ahogy mi gondolnánk. Ezért mondta Ferenc pápánk, hogy hagyjuk magunkat szeretni az Istentől. Hát persze, mi emberi módon gondolkodunk, és saját magunk szeretnénk meghatározni a sorsunkat, hogy mi és hogy legyen a mi életünkbe, de nem biztos, hogy éppen az válik valóra, amit mi annyira szeretnénk. Hogy mondjak el egy történetet, amit most olvastam, tanmese, de nagyon jó lehet. Egy apa dolgozott a fiával, a szántóföldön a lovával. A ló elszaladt, mindenki sajnálkozott, nagy kár ért benneteket, nagy csapás. Parasztember azt mondta, honnét tudjátok. Pár nap múlva a ló visszajött, hozott másik ilyen betöretlen lovakat. Nagy szerencse ért téged, mondták neki, honnét tudjátok. Fia fölült az egyik ilyen betöretlen lóra, le is hajította, eltört a lába. Nagy szerencsétlenségét mondták neki. Honnan tudjátok ezt? De kitört valami háború, és mindenkit behívtak, csak a fiát nem, mert el volt törve a lába. És erre mondták neki, nagy szerencse jött téged. Honnét tudjátok? És a mesét lehet folytatni. Mi nem tudjuk sokszor, hogy mi válik javunkra. Egy ilyen hálatáblán volt egy kegyhelyen fölírva, hogy köszönöm, hogy nem hallgattad meg a kéréseinket. Mert néha, amit mi szeretnénk, ha megvalósulna, nem lenne az számunkra jó. A gúnyoros Somerset Maugham amerikai író mondja, az élet tragédiája az, hogy néha valóra várnak a vágyaink. Hát persze azok a vágyak, amik bennünket fel akarnak emelni karrierben, sikerben, mert lehet, hogy azok lesznek aztán a legnagyobb kárunkra. A Jézus szíve tiszteletben benne kell, hogy legyen annak az alázatosságnak is a tulajdonsága, hogy elfogadjuk Istentől azt, ami ő nekünk ad.
mivel hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Jézus azt tanította, hogy tanuljunk tőle, mert ő szelíd és alázatos szívű, és ez az ő iskolába járók, az ő iskolájába járóknak feladata. Amíg élünk, hogy azt a szelídséget és szeretetet párosítsuk alázattal, hogy az ő életformáját föl tudjuk venni. A Jézus szíve tiszteletének itt van az igazi mélysége, hogy abban próbáljuk őt utánozni, ami személyiségének a központjához tartozott. Szeret bennünket az Isten, és ezt a szeretetet meg akarjuk élni, és tovább akarjuk adni. Prohászka Otokár városunkban tanult, a jezsuita gimnáziumban. Nagyszerű, mély könyvet írt a Jézus szíve kultuszról, az élők vize forrással címmel. Az élet vize forrása címmel. Gyönyörű elmékedés. Aki hozzájut, olvassa el. Nem lehet bestsellerként olvasni, hanem apránként, hiszen a nagy géniusz a mélységekben nyújt le, abba a mélységbe, vagy magasságba, amely Isten kimeríthetetlen szeretete. Ő, Prohászka Otokár egyszer egy levelező lapra írta rá egy asszonynak azt a mondatot, amit később meg is zenésítettek, szoktunk énekelni, de kifejezi azt a hitvallást, ami a Jézus szíve tiszteletéhez az embert kötheti. Hiszek a szent szívben és szeretetében. Hiszek a híveknek szent közösségében. Hiszek a szeretet végső győzelmében. Amen. Hiszek az egy Isten.